Hát, az egészet meg fogom enni. Az nagyon jó. Úristen, ennyire még soha nem rontottál már úgy semmit, hogy aztán jó dolog jöjjön ki belőle. Sziasztok! Itt Miharu, csodálatosan szép reggel van. Még nem döntöttem el, hogy mi az, amit főzni, illetve sütni akarok, de valamit biztosan. Úgyhogy kerekedjünk fel a boltba, és álljunk neki. De természetesen először a kávé, utána bármi más. No, szóval elindultam a boltba. A kávé már megvolt. Nagyban agyalok, hogy mi legyen a kaja, és azon is, hogy mit süssek, mert nem tudom. Bemegyünk, bevásárlunk, és valamit biztos be fogunk alkotni, úgyhogy vásárlásra fel! Természetesen fel kell pattintani a maszkot, hát így vagyok a legszebb, én szerintem. Hát itt vannak a tojáskák, úgyhogy azt is veszünk, mert nem tudom mit fogok még csinálni, úgyhogy szükség lesz mindenképp a tojáskákra. Veszek jó kis banánt. Egész jól néz ki, és úgy látom, hogy az ára is jó. Úgyhogy csapunk fel egy kis banánt. Találtam, amit fogok közbesütni, viszont azok a cuccok természetesen nem itt vannak, úgyhogy az áruház másik végébe egészségeset fogunk sütni, úgyhogy kell hozzá még, ugye vettem már banánt, mert nem tudtam, mit szeretnék sütni, de gondoltam, a banán az jó mindenre, szóval nem tévedtem sokat. És vettem tojást, mert ugye hát a sütés a legtöbbször kell. Vennem kell még áfonyát, teljes kiöllési lisztet, ha természetesen van, de csak van. Kell még író hozzá, úgyhogy még 4 összetevőt keresünk. Én kicsi vagyok, de megvan. Nos, mi szereznem kéne fagyasztott áfonyát, úgyhogy azt még nem tudtam beszerezni. Az valahol itt lesz a hűtőpultnál, kizárásos alapon, úgyhogy remélem lesz áfonyájuk. Már nem tudom, hogy elveszem meg ezt a kört. Nem tudom, hol van a fagyasztott áfonya. Valaki segítsen, megőrülök. Ha valaki tudja, írja meg, megőrülök. Szomorú vagyok, nem találom. Most megkérdezzük a legeslegjobb fej eladót ebbe a spárba. De ne! De mindegy. Nem tudod, hol van az áfonya? Fagyasztott áfonya? Ott van előttem, a jobb szélén. Akkor én vak vagyok, megnézzük. Hát pedig azt kérjük. Megyünk, megnézzük. Azt mondták, nincs. De van olyan, amiben van, nem jó. Hát akkor
akkor improvizálunk. Hát ennyi. Improvizálunk, köszönöm. Nincsen áfonyom. Kiderül. No, mivel nem találtam áfonyát, és kiderült, hogy tényleg nincs, tényleg valóban nincs, ezért nagyon sok mindennel próbálom majd helyettesíteni. Ha jól emlékszem, még otthon van nekem ilyen gyümölcskeverékem, úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy most már mehetünk a kasszához is fizetetek. No, végeztem a Spárban, hála Istennek, úgyhogy most pedig hazamegyünk, megsütjük, amit meg kell sütni, és bízunk benne, hogy a kis improvizáció jól fog elsülni. No, hazaértem, úgyhogy mivel nagyon-nagyon meleg van, én meg természetesen pulcsba mentem vásárolni, mert miért nem? Mert azt hittem, hogy már ősz van, de nem. Úgyhogy miért még elkezdnék sütni, át fogok öltözni, mert különben itt fog meghagyni a konyhában. Úgyhogy egy gyors átöltözés, és mehet is a csodálatos finomság elkészítése. Nos, át is öltöztem, úgyhogy kezdődjön a móka. Az első, amit tenni kell, hogy fel kell venni a sütőnket 175 fokra, úgyhogy én nekem ő lesz az. És légkeveréssel bedurgatjuk. Úgyhogy most várunk, hogy szépen felhevüljön nekünk, addig elkészítjük a többi dolgot. A múltkori főzős videón okulva, ugye, hát amikor majdnem meghaltam és megvakultam az 50 tonna hagymától, ha, be lehet szerezve egy ilyen. Szerencsét, anyja. Oho! Ha! Oké, nagyon profi. És akkor, de ez is, mit csinál? Ez mit csinál? Hát le kéne mérni. 125 gramm banánt. Szerintem nem akkora gáz, hogyha nem teljesen 120. Hát 145, 3, 2, már megy lefelé, úgyhogy lassan 125 lesz, ki tudja. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy amúgy ez milyen. Gyerekek! Azt írja a recept, hogy pürésítsük össze a banánt. Oké, ez mindjárt meg is lesz. Na de! Azt is írja, hogy egy robot gép segítségével ugye adjuk hozzá az édesítőt, az is mindjárt meg lesz. Viszont azt is írja nekünk ez a csodálat, hogy tegyünk bele mézet. Még? Hát nem volt róla szóla, hogy kell méz. Hát ezen sincs írva, hogy kell méz. Oké, ha már nincs áfonya, nem lesz méz se. Egy picike kanálka. Picike kanálka. Hát akkor, úristen, pürésítsük be. Azta! Hát, mivel ugye áfonya nincsen, ezért találtam itt van gyümölcskeveréket, ami nem is emlékeztem, hogy van nekem egyébként egyáltalán gyümölcskeverékem, szóval ez szerintem teljesen. Ebben viszont van áfonya, szóval valószínűleg nem fogom kiszemezgetni, mert minek. De jobb, mint a semmi. Most a recept azt mondja, hogy keverjük össze az áfonyát, a 200 ugye, gram áfonyát, két evőkanál liszttel, úgyhogy lemérünk gyümölcsöt, de mivel ebben azért jóval több nagyobb szemű gyümölcsök és nehezebb szemű gyümölcsök vannak, így ez a művelet igazából kérdéses. Na, 6 grammot adjunk meg magunknak csalásképpen, szerintem. Igazából ezért nem sütök, főzök, mert minden 500 tonna dolog kell hozzá, így kimérni, úgy kimérni, ez közben felolvad, ez közben pürésül, ez meg lemérődik, hát komolyan, mindennek le kell mérődnie. Jaj, ez nem 5 grammal több lesz, hát kövezzetek meg, jó, ez most 5 grammal több, jó?
kicsit púpozott evőkanál lesz. Így. Be van forgatva. Azt mondta, hogy nagyon finoman forgassuk bele. Hát én olyan finoman beleforgattam, hogy ennél finomabban nem is lehet már beleforgatni. Hát ebből 180 ml-kel, és én vettem fél litert, úgyhogy basszus. Mindjárt lemérjük. Csak hol a mérőpoharam? Mert amúgy minden megvan, csak azt nem találtam meg. Azt mondja a maradék lisztet, a sütőport. Menj bele szépen, please. Mazsonás kugló fal van rajta a receptet, mert nem azt csináltam természetesen, de hát nekünk ez is jó lesz. Azt mondja 10 gram, ez 12, úgyhogy szerintem az a 2 gram pont annyival lesz több, mint amennyivel több a benne a liszt. Na, csak sikerül. És akkor össze kell vigyúszolózni. Na, következő lépésünk azt mondja, hogy forgassuk bele a gyümölcsöket finoman és óvatosan és nőiesen. Hát, jó. Na. De finom lesz! Ne aggódjatok, úristen! Már megint mi ez? Jézus! Hallod, de mindig ilyen szerencsétlen vagyok. Azt közben kiderül, hogy jó, érted? Na. Ilyen kiizélődött, hogy hívják a kert belerakni. Van itt már nekem ilyen kis csóró sütőpapírom, már megbontott anno. Valahogy így. Jó van, hát tök hol egy fiú, egy kés. Szóval... Találtam nyiszt-nyiszt? Hát így az a terv, hogy... Várjatok. Így. Most origamizunk. Így. Így. Na. Így mi? Valahogy így, na, így marad. És akkor szépen bele kell rakni a tésztát. Most az a kérdés, hogy ez ugye fel fog jönni? A kérdés az, hogy mennyire? Mert ha annyira, hogy hát ez kijön, akkor baj van. És kérlek, legyél finom. És elméletileg most 40 percig. 40 percig várunk. Úgyhogy most bízunk a csodában, hogy 175 fokon, 40 perc alatt nagyon finommá fog változni. Remélem. Igazából eltelt 20 perc, és kezdek egy kicsit félni. Feljött a tetejére, viszont nem jött még ki. Nem vészes, de azért érezhető, hogy kezd feléledni. És leállítottam a sütőt, ugyanis kereken 40 perce van bent, így néz ki. Hát eléggé feljött, de az illata az, gyerekek, ami zseniális, úgyhogy nem tudom, hogy milyen, kész van, úgyhogy most kicsit megvárom, még kihűl, és utána feltálaljuk. Jól néz ki! Vágjuk fel! Az igazság pillanata! Mm.
Az egészet meg fogom enni. Az nagyon jó, úristen! Ennyire, még soha nem rontottam már úgy semmit, hogy aztán jó dolog jöjjön ki belőle. Úgyhogy örülök, hogy jól sikerült. További jó ételt mindenkinek, köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy megnézted, és remélem tetszett. Úgyhogy, ha mégis így van, akkor ne felejts el nyomni egy lájkot, illetve ha még szeretnél hasonló recepteket látni tőlem, meg ahogy szenvedek, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, és ahhoz, hogy a csatorna küldjön neked visszajelzést, hogy bármilyen dolgot, bármilyen kontentet feltöltök, akkor ne felejtsd el megnyomni a kis csengőgombot, és akkor találkozunk legközelebb is, következő héten. Sziasztok! És most, hogy gondolkozom, nem tettem bele tojást.